estét kívánok, ez a programpont. Már is mondom, milyen programokra számíthatnak Miskolcon a következő napokban. Ady Endre emléke előtt tisztelegnek csütörtökön a Rákóczi Ferenc könyvtárban. A költő halálának 100. évfordulója alkalmából Murvai György fotóművész kiállítását Prókai Margit, a könyvtár igazgatója nyitja meg csütörtökön délután 16:30-kor. Ködöböc Gábor irodalomtörténész pedig Ady Endre költészetéről tart előadást. A Kassai Bohém Társaság a Színházi Újság hasábjain című kiállítása vár mindenkit, a Kassai Állami Tudományos Könyvtár és a Herman Otto Múzeum. A kiállítást Eleonóra Blásková sajtótörténész nyitja meg csütörtökön délután 5:00-kor a Színész Múzeumban. Köszöntőt mond Kemenci Kálmán mérnök, a tárlat egészen május végéig látogatható. Péntektől vasárnapig bakancsos túrát tartanak a barlangfürdőben. Séta közben a vendégek bejárhatják és megtekinthetik a színfalak mögül az egyedülálló rejtélyes természet alkotta barlangi járatokat. Pénteken 5, míg szombaton és vasárnap 6 alkalommal indul túra. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A közösségi oldalon indított Miskolci Zenészklub szeretné egy helyre terelni a miskolci, borsodi vagy innen elszármazott zenészeket. Jelenleg 750 tagot számlál a minden zene szerető ember számára nyitott klub. Az új összejövetel január 25-én este a Corner Stage-ben lesz, ahol több mint 10 zenész lép fel. Programajánlóval a holnap esti híradó után is várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. További szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsor támogatója a Roland Divat Ház Premier Outlet.